néztem aranykendezővel, s eljövik ajtó meleibe. A Szent Háromság téren, advent első vasárnapján Nagy Károly apátkanonok a bazilika plébánosa áldotta meg Veszprémben a város adventi koszorúját, majd Brányi Mária alpolgármesterrel együtt meggyújtották az első gyertyát. Szeretettel köszöntöm Önöket 2015 adventjének első vasárnapján a város adventi koszorújánál. Köszöntöm Brányi Mária alpolgármesterasszonyt és Nagy Károly apátkanonok urat, akit ezennel felkérek a koszorú megáldására. Köszöntések után talán egy pár gondolatot, mielőtt a koszorút megáldanám, szeretnék mondani, és mindjárt csatlakozok a színművész asszonynak és művésznőnek a dallamához. Ő szinte elmondta, elénekelte a teológiát, az adventnek az üzenetét, az advent teológiáját. Arúgy, hogy álmodni szépet, hogy megnyíljon az ég kapuja, hogy el tudjon jönni rajta az, aki elhozza nékünk a világnak váltságát. Igen, valójában ez az adventnek a története és teológiája, hogy mi összezsufolva az Ószövetség várakozó népét és annak történelmi hitét várakozunk, hogy eljöjjön a Messiás, a szabadító. Mi mindannyian egy nagy, hatalmas várakozásban élünk. Várakozunk mindig egy jobb, egy értékesebb és nemesebb cél elérésére, annak beteljesedésére, és annak az életünkbe való átétésére. Az adventnek igazán az az értelme a szívünkben, ha átadjuk családjainknak, gyermekeinknek, hogy az adventben nekünk lélekben kell felkészülni, hogy visszatérjek a csángó énekhez, hogy aludni tudjunk és álmainkban átnézzük az életet. Sokszor az álom olyan, amelyre már nem is emlékezünk sokszor, és valami előjön, valami világít, valami benső átsugároz. Át kell néznünk életünket. Át kell nézni a hétköznapjainkat, a munkánkat, hivatásunkat, és adventben elhatározni, hogy mindig jobban és tökéletesebben tegyük, mert a várakozás akkor lesz teljes, ha még nagyobb és még pontosabb, még magasztosabb célt tűzünk ki magunk elé. Ennél magasztosabb cél nincs, mint befogadni az Istent, hanem az adventnek egyik nagy üzenete, meglepetést szerezni, hogy én jobb legyek, tökéletesebb legyek, hogy jobban oda tudjak figyelni az embertársamra, szegényre, elhagyottra, egyedül létre, és oda figyelni a családom minden tagjára szeretettel. Ha ezt a picike kis szikrát próbáljuk szívünkben lángra lobbantani, valójában világítani fog az életünk, mint a gyertya az adventi koszorún, és szikrázni fog karácsony éjszakáján, mint a csillagszóró, mert belőlünk fog áradni, aki bennünk él, akivel együtt élünk, maga a szeretet Istene és annak fia Jézus Krisztus. Méltóztassál megáldani ezt az adventi koszorút, méltóztassál megszentelni, és méltóztassál kegyelmeddel elhalmozni, hogy aki lenge lángjában önmagát felismeri és önmagában lelki ismeretvizsgálatot tart, te kegyelmeddel még jobban te hozzád forduljon, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Kérjük a szűzanyát, mint a szent család anyját és Isten legszebb teremtményét, segítse meg családjainkat a karácsony ünneplésének lelki előkészítéséhez. Imádkozzuk közösen. Üdvözlégy, Mária! Az elhangzottak fényében az emberben egy önvizsgálat indul meg, hogy valóban méltóak vagyunk-e
megteszünk-e mindent azért, hogy ezt a tisztességet elérjük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan figyelmeztetés, hogy szálljunk a lelkünk mélyébe, és nézzük meg, hogy valóban jót teszünk-e mindig, amikor módunk van és lehetőségünk rá. Meggyőződésem, hogy jónak lenni jó. Törekedjünk arra mindannyian, hogy jót tegyünk mindig, amikor erre lehetőségünk van. Figyeljünk oda sokkal jobban a legszorosabb családunkra, a legszűkebb közösségünkre, és fokozatosan egyre nagyobb nyitottsággal nyíljunk meg a tágabb közösségek felé, és figyeljünk oda egymásra, legyünk egymással türelmesek, szeretetteliek, mert a szeretet az sosem fog elfogyni, minél többet adunk másnak, annál többet kapunk vissza. Úgyhogy én azt kívánom a mi veszprémi közösségünknek, hogy a szeretet sokasodjon itt meg a városban, és ez a szeretet tegyen boldoggá minket hosszú időn keresztül. Az ünnepségen közreműködött Halas Adelaida, a Veszprémi Petőfi Színház színművésze. Ezt követően a Szaléziánumban Ladányi Tamás asztrofotós műveiből nyílt fotókiállítás, melyet Nagy Károly apát kanonok nyitott meg. Méltatásában elmondta, hogy milyen nagy hatással volt rá a szinte a felhők közt lebegő veszprémi vár, a fotós egyik különleges képe. Ladányi Tamás a kiállításon most először látható, Ausztráliában készült fotóihoz kapcsolódva, a Délkeresztje a látóhatár felett címmel tartott ezután előadást. Az előadás végén beszélt a betlehemi csillagról is, kiemelve annak csillagászati jelentőségét. Az adventi programok vasárnap délutánonként folytatódnak a Veszprémi várban.